A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban ezúttal úgy gondoltuk, hogy egy fontos témának szenteljük az egész műsort, ugyanis nagyon keveset foglalkozunk bizonyos férfi betegségekkel, ezért a mai vendégem egy urológus osztályvezető főorvos, dr. Fekete Zoltán, akit szeretettel köszöntök itt a műsorban. Üdvözlöm és köszönöm a meghívást. Azért is hívtuk el, mert azt látjuk nálunk is itt a szerkesztőségben többen, hogy nagyon méltatlanul keveset foglalkozunk a férfiakat érintő betegségekkel. Talán néha egy kicsit tabu is ez a téma, és hát egyre többen vannak, akiket érint. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszéljünk ezekről a nem csak betegségekről, mert azért vannak, illetve hát jó indulatú, rossz indulatú betegségekről, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Én azt gondolom, hogy és nekem egy kicsit kellemetlen is, hogy fel kell tegyem ezt a kérdést, hogy mivel foglalkozik az urológus, de muszáj, mert nagyon sokan nem egészen tudják. Mondjuk szerintem az, aki szerencsés, hogy még nem jutott el urológushoz, és akkor reméljük, hogy ez mindenkivel így van. Az urológus az a húgyival rendszer betegségeivel foglalkozik. Általában a betegeink eltalálják a megfelelő rendelést, de sokszor van az, hogy egy kicsit úgy félre jelentkeznek. Például végbéltájú panaszokkal jelentkeznek urológiára, hát ami ugye nem a mi asztalunk, ezekkel külön szakma foglalkozik, mostanában ez egy külön szakosodás, úgy hívják, hogy proktológia, és általában sebészek szakosodnak ez irányba. Illetve az urológián belül az utóbbi években történt egy szétválás. Korábban az andrológia az egy alága volt az urológiának, jó néhány éve ez már egy önálló szakma és önálló szakvizsga. Úgyhogy az andrológusok kiváltak az urológiából. Persze ez csak egy ilyen mesterséges kiválás, hiszen nagyon sok szál összefűzi az urológiát, andrológiát, de mivel ez már kinőtte magát szakmává, megérdemli azt, hogy egy külön szakember foglalkozzon az andrológiával. Az andrológia az az idősödő férfinek a különböző betegségei állapotainak a kezelésével foglalkozik, illetve a nemzés képességgel kapcsolatos problémákkal. Az urológia pedig, ugye szerintem azt is tegyük helyre, hogy nem csak a férfiakkal és urakkal foglalkozik, ahogy ezt ugye nagyon sokan félre gondolják. Így van, hát ez egy régi tévhit ez a dolog, és ugye mindannyian tudjuk, mi jut eszébe valakinek egy urológusról, ebben nem menjünk bele, de ugyanúgy, ahogy egy férfinak lehet például veseköve, vesevezetékköve, ugyanúgy egy nőnek is lehet köves betegsége, ugyanúgy lehetnek rákos betegségei, mint a férfiaknak, vese, húgyhólyag szempontjából. A férfi sajátossága ugye az a prostata és a here betegségei. A prostata irányában vannak jó indulatú, rossz indulatú betegségek, a here betegsége általában ugye fiatalkorban jelentkeznek, és ezek rossz indulatúak. Ezeket ki is fogjuk akkor vesézni. Visszatérve a másik ágára, mert ugye mondta, hogy ez inkább idősödő férfiakat érint. Van esetleg olyan, hogy mondjuk átjárás van a két terület között? Tehát, hogy mondjuk felteszem, valakinek vizelési problémái vannak, és akkor azt gondolja, hogy prostata a problémája van, és akkor így esetleg a kettőt így szét kell választani. Általában ez nem ez szokott lenni az átáramlás iránya, hanem ugye a fiatalabbak már tájékozottabbak
a különböző szociális médiákból, internetről tájékozottak. Például egy kapcsolaton belüli nemzési probléma, gyereknemzési problémával ők már tudják, hogy nem urológust kell felkeresni, hanem andrológushoz kell fordulni. Sokkal tájékozottabb az andrológusok ez irányba. Egy urológiai alapvizsgálat is kell, de ez valami keveset tesz általában hozzá az ügyhöz. Az idősebbeknél pedig fordítva van, tehát ők inkább urológushoz jelentkeznek be különböző problémáikkal, és hát mi általában ugye a prostata nagyobbodásra szoktuk fogni a különböző vizeléssel kapcsolatos panaszaikat. Persze ez nem mindig van így. És mi szoktuk adott esetben esetleg andrológusokhoz irányítani őket, hogyha úgy véljük, hogy a panaszaik, a gondjaik hátterében például hormondeficiencia, időskori hormondeficiencia áll, és ezt az andrológusok gyönyörűen tudják kezelni, segíteni ezeken az embereken. Tehát igen, van átáramlás, de ezzel nem szokott különösebb gond lenni, mert egyik helyen sincs rossz helyen egy ilyen panaszokkal jelentkező ember. Meg fogjuk találni a megfelelő szakembert a kezelésére, kivizsgálására. Mennyire gyakori az, hogy önökhöz fordulnak. Most egy picit így a beteg számot, hogyha lehet megfogalmazni, mondjuk, hogy naponta hányan fordulnak meg. Mennyire gyakori az, hogy most már ugye egyre több a hererák, prostatarák, stb. És mennyire bátrak az emberek? Mert hogy az is egy tévhit szerintem, ahogy én gondolom vagy hallom, hogy félni kell, mert hogy kellemetlen tud lenni egy-egy vizsgálat. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert annyira nagy a szórás. Tehát egy jó része a betegeinknek azért jelentkezik, mert tényleg szeretné az egészségét megőrizni, nincs különösebb panasza, és bejelentkezik egy általános vizsgálatra, rákszűrésre, ami elérhető ez irányban, ezt meg lehet tenni gyönyörűen, sőt, azért nem minden esetben vannak kellemetlen részei a vizsgálatnak. Úgyhogy általában az emberek úgy megkönnyebbülten távoznak ilyen irányba. Aki meg panaszokkal jön, az tényleg nehéz úgy valahogy úgy megnevezni, hogy általában későn vagy gyorsan fordulnak orvoshoz. Igazából embere válogatja ezt a dolgot. Van, aki annyira elhanyagolt állapotban jelentkezik orvoshoz, és sokszor nem is tudunk mit tenni, hogy ugye az ember ezt megkérdezi magába, és nem mindig függ ez össze az adott betegnek a iskolázottságával, szociális hátterével. A nemi szerveket érintő szűrővizsgálatok, ugye, ami a rákra fókuszál, az ugye hát nőknél inkább a nőgyógyászhoz fordulunk, ugye férfiaknál meg hát nyilván a önökhöz kell, hogy forduljanak. A szűrővizsgálatokat milyen gyakran javasolják elvégezni? Hogyha nincsen semmi gond, akkor és hány éves kortól az nagyon fontos? Hát, hogy válasszuk szét, akkor ugye, amit úgy egy kicsit speciálisabb helyzet a hererák korai diagnosztizálása, és itt elsősorban nem az orvosnak van szerepe, hanem magának az embernek, mert önvizsgálatot kell végezni, ugyanúgy, mint a hölgyek megvizsgálják az emlőjüket, ugyanúgy a fiatal emberek havonta egyszer tapogassák át a herezacskójukat zuhanyzás közben, nézzék meg, hogy ott van-e valami, ami nem volt a korábbi vizsgálatnál, és ez a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a hererák korai diagnosztizálásának. Nyilván nem tud valaki, vagy nem életszerű azt mondani, hogy havonta járjon be egy urológiai vizsgálatra, mert azért az egy kicsit túlzás, de az önvizsgálatot gyönyörűen meg lehet tanítani ezeknek az embereknek, egy egyszerű dolog. 2 percet vesz igénybe.
És egyébként minden egyes ilyen daganattípus kitapintható? Vagy van azért olyan része, ami mondjuk nem egészen ott helyezkedik el, amit érezni lehet? A hererák az kitapintható. Tehát amikor megnő például egy mondjuk azt, hogy egy borsószemnyi méretre, és nem pont a herek közepén, ott mélyen helyezkedik el, általában ez kitapintható. És nagyon sokszor találkozunk olyan fiatal emberekkel, nagyon ügyesen kitapintják a kisméretű hererákjukat, bejönnek és meggyógyulnak különösebb probléma nélkül, úgyhogy ezt úgy vélem, hogy ezt mindenki megteheti, és nagy szolgálatot tesz az egészségének, hogyha figyel erre a dologra. Ha már akkor erről beszélünk, hány éves korosztályt érint egyébként, mert ha jól tudom, akkor a fiatalabbakat érinti inkább. Ez a serdülőkortól kezdődő betegség. Persze vannak ritka esetek korábban is, meg idős embereknél, de ez úgymond a fiatal emberek betegsége, serdülőkortól olyan 50, körülbelül 50 éves korig, a 40-es éveket bele értve, és ez a hormonálisan legaktív időszaka egy férfinak, amikor a spermium képződés a herében úgymond dübörög az aktivitás, ilyenkor jelentkezik a hererák. És az okát azt tudjuk, hogy mitől? Nem. Igen, mert az, ugye bármilyen daganat típusnál is azért ezt nehéz megmondani. Mondjuk az emlőráknál talán, ha már a hölgyekről is ejtünk majd néhány szót, ott azért egy kicsit jobban behatárolható, talán hogyha hormonális eredetű, annyit talán meg lehet fejteni belőle. Nagyon kevés az a helyzet, amikor egy hihető összefüggést tudunk egy rákos meg betegedés is egy ok között teremteni. De van ilyen. Például a húgyhólyi agrák az a dohányos embereknek a betegsége. Persze mostanában a nem dohányzók között is egyre többen sajnos betegednek meg húgyhólyag, vagy nem csak húgyhólyag, inkább azt mondjuk, hogy a húgyutak bélésének, nyálkártyának a rossz indulatú daganatával. Ugye egyenes összefüggésben van a dohányzással, azok a karcinogén rákkeltő anyagok, amiket belélegzünk a dohányfüstből, a bejövetnél a tüdőben csinálják a tüdőrákot, és ezeknek nagy része, ahogy ott a vizeleten keresztül választódik ki, és hát igen, távozáskor is megteszi ugyanazt a káros behatást a szervezetre, úgyhogy a húgyutakban létezik egy ilyen típusú összefüggés. No, ez igen. Most nagyon új információ volt. Majd dohányos kollégáimat megpróbálom erre nem foghatni inteni. Rájuk. Igen. Igen, sajnos az a baj, hogy ugye addig, amíg az ember nem tapasztalja meg ezt saját magán, addig hiába. Egy picit visszatérve, beszéltünk a hererákról, ennek talán, ha jól tudom, jobbak a túlélési esélyei, és nem kell megijedni, hogyha valaki esetleg ebbe belekerül. Milyen vizsgálati módszerek vannak, és milyen következményei lehetnek? Tehát mi az, ami mondjuk a legrosszabb eset? Lehet, hogy mi történik azzal a férfival, aki ezen átesik? Azért azt nem mondjuk, hogy nem kell megijedni, mert egy ilyen dologtól, hogy valaki tapint egy rossz indulatú, vagy egy csomót például az egyik heréjén, vagy az orvos azt mondja neki egy vizsgálat alapján, hogy valószínűleg daganatos betegsége van, mindenki megijed. Nagyon. Szóval nincs is ezzel gond. Ez egy természetes reakció, és egy természetes lépés a betegségnek a diagnosztizálása, kezelése, együttélése folyamán. Úgyhogy ez az első, és így ezen túl kell lenni, ez az első dolog, az ijegység. Nagyon megijednek az emberek. Azt tudni kell, hogy a rákos betegségek általában gyógyíthatók, hogyha egy kezdődő stádiumban kerülnek felismerésre. Így van ez a hererákkal is, így van ez az összes urológiai daganatos betegség helyzetében.
vannak kirívó esetek, amikor olyan típusú agresszív betegséggel állunk szemben, amit hát nagyon nehéz, vagy indulásból már lehetetlen meggyógyítani. Kezelni lehet, de vannak olyan helyzetek, amikor meggyógyítani már nem tudjuk az embert. A hererák abban a jó helyzetben, abban a jó helyzetben van, hogy egy könnyen elérhető szervről beszélünk, és igen, általában a fiatal emberek kitapintják maguknak ezt az eltérést, és orvoshoz fordulnak. Tehát ebből a szempontból, és én mindig elmondom a betegeimnek, vagy a betegeinknek, hogy ez egy hererák, ezt a herét ki kell venni. Minden esetben ki kell egyébként? Kirívó az eset, amikor nem. Akkor a betegség annyira előre haladott, hogy inkább azt mondják az onkológusok, hogy hagyjuk azt a hereltávolítást, inkább siessünk kemoterápiára, és próbáljuk meg csökkenteni a testben szétszóródott daganat mennyiséget, majd utána lehet esetleg foglalkozni a herével, de igen, tehát mondhatjuk azt, hogy szinte minden esetben a hereltávolítása szükséges. Ha olyan szerencsés helyzetben van valaki, hogy például egy herének kevesebb, mint a felében lehet tapintani vagy találnak egy rossz indulatú daganatot, és valaki különböző okoknál fogva ragaszkodik ahhoz a heréhez, vagy az orvos is ragaszkodik például a heré megtartáshoz. Teszem azt, egy heréje van valakinek, különböző okokból kifolyólag, nincs még családja, szeretne családot alapítani a jövőben, tehát vannak ilyen esetek is, de megint azt mondom, hogy ezek ritkák, és inkább azt mondom, hogy igen, az esetek többségében, túlnyomó többségében a herét el kell távolítani, és minél gyorsabban. De ettől függetlenül azért a nemzőképesség akkor megmaradhat. Igen, általában a hererák az egyoldali, és a megmaradt here az megteszi a feladatát. Hogyha a betegség kezelésében például kemoterápiás kezelésre van szükség, akkor ez befolyásolja a megmaradt herének a működését is, és hosszabb távon maradhat valaki nemzőképtelen ez irányban. Általában visszatér egy idő után a nemzőképesség, tehát a megmaradt here magához tér, úgymond, és általában ezeknek az embereknek lehet saját gyerekük spontán úton, és sok ilyen példa is van, nem csak betegeim között, ismerőseim között is vannak ilyen fiatal emberek. Na szóval igen, onnan indultunk, hogy mindig ezt elmondom, hogy ez egy hererák, ezt a herét ki kell venni, de van jó hír is az egész dologban, hogy napjainkban a hererákos fiatal embereknek 95%-a meggyógyul a betegségéből. És ez azt jelenti, hogy meggyógyul a betegségéből, és 40 év múlva is találkozhatunk akár, hogyha még például én is itt vagyok. És akkor ez egy picit úgy egy picit csökkenti azt a szorongást, de az a nagy ijegység az mindig megvan, és azon át kell segíteni a betegeinket. Picit térjünk akkor rá a másik ilyen daganattípusra, a prostaterákra, ami kicsit talán veszélyesebb is. És nem tudom, hogy többeket érinte, de manapság most már elég sokat hallani. És ugye nekem például szívfájdalmam az egy kicsit, hogy a férfiak, minthogyha nem annyira szeretnék ezt kitárni. Nyilván egy kicsit ez a tabu téma ugye megmarad, cikinek érzik, hogy beszéljenek róla, de azért én ismerek például ebben ilyen éllovasokat, és én nagyon szeretem azt, hogyha tudok valakivel erről beszélgetni, mint ahogy szerintem minden betegnek egy jó példa nagyon kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Valóban igaza lehet, azért fogalmazok így, mert tényleg
olyan sok embertípus van, és olyan sok embertípussal találkozunk, hogy nehéz ilyen általánosságokat fogalmazni, de valóban megfigyelhető egy ilyen kicsit vonakodás a betegségük elfogadásában, felismerésében, megosztásában, a lelki hozományainak a megosztásában, családokkal, barátokkal. Általában az emberek kicsit úgy magukba fordulnak. Sokszor az orvossal sem szokták megosztani a félelmeiket, meg a bajaikat, a lelki bajaikat. Ebben mi is sarasak vagyunk, mert sokszor loholunk, sokszor futunk, sokszor nincs időnk ilyesmire, és ezeket nem lehet megbeszélni 2 perc alatt rohanva a szakrendelőben. Úgyhogy ránk kevés hárul ebből a dologból, a pszichológiai részéből a dolognak, mi inkább úgy kicsit úgy katonásan visszük, vezényeljük, menedzseljük a betegeinket. Nagy részük ezt jól bírja, de vannak, akik igénylik azt, hogy kicsit más irányból is legyenek támogatva. Ezt ugye egy kicsit nehezebb felfedezni, illetve hát ezt is lehet, hogy külön lehet választani, mert vannak, akik rendszeresen eljárnak a szűrésre, és tudják, hogy ez mennyire fontos, mondjuk évente egy ilyen, majd ön elmondja, hogy milyen vizsgálat szükséges, de gondolom van olyan, aki egyáltalán nem foglalkozik ezzel, és akkor egyszer csak szembesül vele, mert hogy ez nem egy kitapintható dolog, ha jól gondolom. Így van, sokszor például a prostatarák nem okoz tüneteket, egészen késő stádiumig, illetve mondjuk mi, hogy nem okoz tüneteket, azt nem tudjuk, hogy maga a beteg tényleg nem érez semmiféle eltérést a mindennapjaiban, vagy csak elhessegeti magától. De van ez így például a veseráknál is, hosszú ideig nem csinál tünetet. Amikor tünetet csinál, akkor rendszerint egy előre haladott állapottal találkozunk diagnóziskor. Igen, szóval egyszerű egyébként ezeknek az embereknek a szűrővizsgálata, semmiféle nagy ördöngőség nincs benne. Egy vizeletvizsgálat, egy vérvétel, egy hasi ultrahang, egy fizikális vizsgálat ezt gyönyörű szépen lefedi. Egy hasi ultrahangvizsgálat például kiterjed a többi hasi szervekre is, ennek van értelme megcsinálni, például évente egyszer. Egy vizeletvizsgálatból sok mindent meg lehet mondani, és nem is beszélve arról, hogy kiderül, hogy van egy kis cukor az ember vizeletében, és akkor elindulnak a vizsgálatok a cukorbetegség irányába, de például fel lehet fedezni mikroszkópos vérvizelést, amit ugye az ember nem lát a szemével, ott van 15-20 valamennyi vörös vértest, és akkor elindulnak egy irányba, és jó eséllyel megtalálják a betegségét egy korai állapotban. A prostataráknál van egy egész jól használható szűrő eszközünk, ami ugye egy vérből kimutatott anyag, az úgynevezett PSA, ezt a prostata termeli. Tévhit az, hogy ez a prostatarákot mutatja, nem mutatja. Ez egy olyan anyag, ami nekünk fontos információt ad arról, hogy kell valakit vizsgálni tovább az irányba, hogy esetleg prostatarákot fedezzünk fel, vagy nem. Ez sem mindig így igaz. Én mindig el szoktam mondani a betegeinknek, például a prostatarákosoknak, hogy és ez, ami úgy manapság a legkomplexebb diagnosztikát és stádiumbeosztást és rizikócsoportbeosztást igényel, hogy az összes vizsgálat, amit csinálunk, úgy egységesen el lehet mondani róluk, hogy egyik sem 100%-os, egyiket sem
lehet, és nem is szabad készpénznek venni. Mindig picit úgy gyanakvással kell nézni ezeknek a vizsgálatoknak az eredményt, most nem a negatív irányból értse ezt a dolgot, de az egészséges, egy egészséges visszatartása kell, hogy legyen az embernek, mikor az eredményeit nézi. De hogyha például van 5-6 vizsgálatunk, amik úgy nagyjából mind ugyanabba az irányba mutatnak, akkor már egy olyan összképünk van, ami talán hihető. Egyik sem a prostaterák vizsgálatai közül, egyik sem 100%-os. Kezdve a prostata biopsziától, a PSA, a képalkotó vizsgálatok, ugye az MR, a CT vizsgálat, a csontizotóp, ezeknek mind-mind megvannak a fals negatív kis baklövései, amikről mi tudunk, hogy lehet, és ezt észbe is kell tartani. Itt a prostaterák esetében mennyire gyakori az, hogy mondjuk műtétre kerüljön sor? Mert ha jól tudom, azért van olyan eset, hogy nem kell. Tehát a prostaterák műtéti kezelését, és hogyha itt arról beszélünk, hogy a radikális műtétről, ami általában a prostata és az ondóhólyagok teljes eltávolítását jelenti, ez egy elég gyakori műtét. Ez egy elég gyakori műtét, mivel világszerte, és ezt Magyarországon is tapasztaljuk, hogy a prostatarákos betegek száma nő. De azt is tudni kell, hogy prostatarákot nem csak műtéttel lehet gyógyítani, hanem sugárkezeléssel is meg lehet gyógyítani egy prostatarákos embert. Ennek megvannak a különböző szakmai indikációi, különböző trükkjei, hogy kit, mikor, mivel, hogyan kezeljünk. Ez talán az urológiában a legbonyolultabb döntés jelenleg. Figyelembe kell venni számtalan tényezőt egy beteggel kapcsolatosan. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy 58 éves embert, aki egészséges, nincs különösebb társbetegsége, hogy kezelünk, még akkor is, hogyha egy szövettanilag alacsony, rossz indulatúságú, vagy kevésbé agresszív rákot találunk, vagy például egy 70-valahány éves embert, akinek számtalan társbetegsége van, esetleg már átesett egy infarktuson is, vagy egy szélütésen, fél lapnyi gyógyszerlistával jelentkezik, csökkent a terhelhetősége. Ezt nekünk mindig figyelembe kell venni. A célunk az, hogy egy adott embernek minél több évet kaparjunk ki. Jó esetben gyógyítsuk meg a prostatarákjából, és ezt mind úgy tegyük, hogy lehetőleg legkevesebbet ártsunk neki. A mi kezeléseink azok nem kellemesek. Tehát nem kellemes egy nagy műtéten átesni, nem kellemes elviselni azokat a hónapokat, amikor egy ilyen prostata eltávolítás után például még a vizelettartás nem az igazi. Egy férfi embernek betétet kell hordani, mondjuk, vagy például egy sugárkezelésnek a mellékhatásait, ami vizelési panaszokkal, székelési panaszokkal, egyéb kellemetlenségekkel jár. Szóval ezek nem kellemes dolgok. De a célunk az, hogy lehetőleg az adott ember legtöbbet nyerje a legkevesebb vesztességgel. Ha jól tudom, azért az önök osztályán van egy ilyen szemlélet, hogy minél kisebb beavatkozást csináljanak, amennyire lehet ezt megoldani. Hál' Istennek nem csak a mi osztályunkon van, ez egy általános tünet így az orvoslásban, és megmutatkozik sokféle szakmában. Ez a technikai fejlesztéseknek a hozománya, hogy olyan dolgokat, amiket 20 évvel ezelőtt nem tudtunk megcsinálni, csak egy nagy nyílt műtéttel, most meg tudunk csinálni 4 vagy 5 kis lukon keresztül. Nagyon sokat számít. Nagyon sokat számít az, hogy például, ha valakiből kivesünk egy vesét, átvágjuk-e a derekát annak az embernek, és kap egy arasznyi
vágást a hasfalán, amiből soha nem lesz egy 100%-os hasfal. Az az ember élete végéig fogja nyögni az, hogy átvágtuk a hasfalát. Vagy kap 4 vagy 5 darab ilyen kis kulcslukat, lehet úgy is mondani, és mondjuk 2 vagy 3 nap múlva otthon van, 2 vagy 3 hét múlva elfelejtheti nagyjából az egészet, és egy 100%-os hasfallal tud például tovább dolgozni, vagy biciklizni, vagy az unokáját dobigálni. Szóval ez egy nagyon jó dolog, és igyekszünk mi is sodródni ezzel az árral, mert ez mindenkinek jó. És hát ugye fel kell venni a lépést ezekkel a betegségekkel is, hogyha jól tudom, most éppen egy műtétből érkezett hozzánk. Mennyire gyakori egyébként az, hogy ezekkel kell foglalkozni? Mert ugye van azért néhány másfajta betegség is, ami nem csak daganatos betegség. Persze, hát ott vannak a köves betegségek. A húgyutak előszeretettel termelik a köveket. A köves betegekből is egyre több van. De itt is érvényesülnek ezek a kis technikai haladások, és még tehát azzal összevetve a dolgot, még 30 évvel ezelőtt, mikor még édesapának a kőműtéteit néztem, persze csak kispadról, mert nem engedtek oda, még nem voltam talán első vagy másodéves, vagy talán még annyi se. Tehát még nyílt műtétből vettek ki egy vesevezeték követ, vagy egy vesekövet, most ezt meg tudjuk tenni egy kis lukon keresztül, hogyha egyáltalán lukat kell ejteni valakinek a derekán, vagy a természetes járatokon keresztül, tehát a húgyhólyak vesevezetéken keresztül tudunk olyan eszközökkel jönni-menni, hogy azért sokszor mi is egy kicsit úgy megdöbbenünk, hogy miket meg lehet csinálni. Igen. Megvannak a különböző kőzúzási, aprítási, eltávolítási technikák, ott van a lézer, ott vannak más új eszközök, amik hihetetlen segítség. Éppen nemrégiben kaptak, ha jól tudom, egy ilyen készüléket. Igen, nagyon is örülünk neki. Akkor jó hasznukra vált? Hát elsősorban a betegeknek vált jó hasznára. Nem, tehát a technika maga nem új, hiszen most így kitérve egy-két mondat erejére, a technika már ott van több mint 100 éve, például a légkalapács technikáját alkalmaz, az egyik a része a dolognak, egy egyszerű technika, amit már ugye bányákban is használtak több mint 100 évvel ezelőtt, de ez 2022-ben van egy olyan eszköz, amit az ember a markába tud tartani, nem 150 kilós, és kombinálja például a kinetikus energiát, ennek a dugattyúnak az ütő erejét, kombinál például az ultrahangnak a rezgő, morzsoló erejével, és mindezt egy kötőtű vastagságú pálcán keresztül tudjuk odavinni a kőhöz. Ráadásul nem bántja a vese belsejét. Tehát, hogyha véletlenül odaír az ember vele a vese belső csatornájának az oldalához, nem lukasztja ki. Hihetetlen jó dolgok vannak, amiket hál' Istennek tudunk használni, és a betegeink örömére. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mesélt nekünk. Én remélem, hogy a nézőket nem rettentettük el túlzottan, bár a cél az volt, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára és a megelőzésre, pont azért, hogy a főorvosúréknek ne legyen annyi munkájuk a jövőben. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A következő hetekben az Együtt nyári szabadságát tölti, de jövünk minden hétfőn, hiszen válogatás műsorokkal készültünk önöknek. Kellemes nyarat kívánok, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.